Köszöntöm a kedves nézőket a híradó után. A műsor elején azzal kezdtem, hogy valaki nagyon szerencsés lehet, aki követi itt a műsorunkat, és ha válaszol arra a kérdésre, hogy vajon hol is rendezik a Szamos Fesztet, akkor 2 darab VIP belépőt nyerhet erre a fesztiválra. Hát most, aki nagyon figyel, azt szerintem nem csak azt tudja meg, hogy hol rendezik, hanem minden más információt is. Móricz Virág a vendégünk, gyönyörű neved van, és hát nyilván a szüleid nem véletlenül adták neked ezt a nevet. Te ugye ezen a településen, Cégény Dányádon születtél, ott is élsz, és gyakorlatilag most már az egyik híressége vagy ennek a településnek, hiszen ugye nagyon sokszor léptél már föl. Elsősorban a népzene az a vonal, ami ugye a szívednek kedves. Mikor kezdtél énekelni? Hány évesen? Hát olyan 11-12 éves koromban kezdtem el énekelni. Akkor még csak ilyen kisebb iskolai rendezvényeken, aztán így belekapcsolódtam a falu életében, a gyermeknapokon, a szamosfeszteken is felléptem, most már 2-3 éve minden évben szamosfeszten is éneklek, úgyhogy... Mindenki ismer akkor a településen, és most ugye téged ért az a megtiszteltetés, hogy magát ezt az eseményt tulajdonképpen beharangozzuk. Hát rengeteg mindent hoztál, úgyhogy nagyon-nagyon készültök erre a fesztiválra, amelyet már ebben az esztendőben ugye ez lesz a 7., és hát szerintem most már tényleg profik a szervezők. Kezemben tartom itt a programfüzetet, amely tulajdonképpen egy nagyon-nagyon különleges programfüzet, és meg is fogjuk mutatni a nézőknek. Az egész brandnek tulajdonképpen a neve az Adjisten Szatmárban, és ezen belül mindenféle vicces és nagyon találékony illusztráció, grafikák jelzik azt, hogy mi minden is történik majd itt a fesztiválon, és miről is híres a ti településetek. Nos, hát akkor így röviden, hogyan ajánlanád a nézőknek, mi mindenről szól ez a fesztivál? Hát a Szamos Fest az egy hagyományőrző népzenei fesztivál, 2 napos. Első nap szerepet kap a rock, a blues és a jazz is. A második nap azonban mindig a népzenéről szól. A népzene, a néptánc, a népdal. Második nap fogok én is fellépni. De emellett nagyon sok színes program van. Lehetőségük van az embereknek a töltésen lovaskocsikázni, megnézni a környező települések templomjait, kerékpározni a kerékpárúton. Gyakorlatilag ugye itt a kulturális programok, azok csak a vázát adják ennek a 2 napos eseménynek. Az lenne a lényeg, hogy ott azért mindenki egy picit meg tudjon merítkezni azokban az értékekben, egyrészt a történelmi értékekben, a földrajzi gyönyörűségekben, és hát az ízkavalkádban, amiről Szatmár híres. Úgyhogy ebben a programfüzetben, illetve hát egy ilyen kis névjegykártyához hasonló kis lapocskákon, többek között megismerkedhetünk az igazi milotai ásványvízzel, vagy akár a szatmári pálinkával, ugye, tehát a víz és a pálinka itt akár jól kiegészíti egymást, aki pálinkázik majd ezen a fesztiválon, azért ne felejtsen el egy kicsit vizet is fogyasztani, és természetesen ugye a szilvalekvár főzés és mindenféle egyéb rejtelmekbe is bepillantást nyerhetünk. Hogy néz ki ez a gyakorlatban? Ilyenkor a falu apraja nagyja, a környező települések, és hát gondolom, hogy akár az ország más szegletéből is érkeznek vendégek. Igen, nagyon színes ugye a program, és nagyon sokan sok felől érkeznek, és kipróbálják akár a lekvárfőzést, megkóstolják a kocacsokit, amely a étcsokoládé és a szilvalekvár, valamint a étcsokoládé és a szalonnapörzsből készül. Ez a kettő, ez egy olyan jó párosítás, én úgy gondolom, hogy a sós és az édes nagyon jól kompenzálják egymást. Megkóstoltad? Igen, nagyon szeretem, és ezt ajánlom is mindenkinek, hogy kóstolják. Ez gyakorlatilag ugye ott készül. Igen. Tehát ez is tulajdonképpen a településnek az egyik különlegessége, és ha már itt arról beszéltünk, hogy ugye nem csak a környékről érkeznek, azért nagyon sokan ott születtek, esetleg ott nevelkedtek, de most az országnak vagy a világnak más pontjain élnek, ezért kitaláltatok valami különlegességet. Igen, idén először lesz a Szeretlek Cégény Dányád nevű program, amely keretein belül a régen itt lakott lakosok, valamint a most itt élők újra találkozhatnak, kicsit beszélgethetnek az emlékeiről, hogy Cégény Dányádnak a múltjáról, mindenről, amit úgy gondolnak, hogy jó lehet újra. Lehet.
Igen. Meg hát, hogy ugye mi történt velük. Említetted, hogy lehet kocsikázni, lehet ciberét főzni, és hát ugye van egy különleges évforduló Mátyás kapcsán, ugye most a reneszánsz kerül előtérbe, ez a hangulat, ezt valahol mindenhova becsempészitek. Igen. Szerintem a két nap folyamán. Milyen lesz ez a bizonyos reneszánsz főzőverseny, mit lehet erről tudni? Hát 10 fős csapat jelentkezését várjuk még mindig egyébként. Meg lehet majd kóstolni azt, amit a csapatok főznek, és a nyeremények azok értékesek lesznek majd, valamint a reneszánsz éve, ugye, és a fiatalabbak, a kisebbeknek kedvez a reneszánsz játszóház, játszóudvar, reneszánsz programok a kisebbeknek is, így mindenki talál kedvére való programot, minden korosztály. Ez azt jelenti, hogy mondjuk esetleg olyan viseletben is lesznek egyesek, vagy igen, olyan muzsika szól majd, tehát egy picit tényleg megidézzük akkor a régi korok hangulatát. Lehet jelentkezni akkor ezek szerint a főzőversenyre, akár mondjuk egy nyíregyházi csapat is, bárki. Tehát bárkit bárki vártok. Mi a jelentkezésnek a módja, hogyan lehet regisztrálni erre a két napra? Van valami e-mail cím, vagy telefonszám? Vagy... Hát van e-mail cím és telefonszám, és azt a Facebook oldalon is meg lehet tekinteni, valamint a szórólapokon és más oldalon, ami ahol fent található. Na, akkor mondjuk egy ilyen Facebook elérhetőséget, mert ugye ez most egy olyan világ, hogy szinte mindenki már a közösségi oldalon próbál tájékozódni, nem tudom, hogy te tudod-e fejből, de ha nem, akkor én itt már meg is találtam a plakáton, ez a Facebook oldala Szamos Fest, tehát nagyon egyszerű, úgyhogy különös egyéb nem is kell hozzá, illetve van még egy e-mailes jelentkezési mód is, ez pedig a cdanyad@gmail.com, de egyébként akinek nem sikerült most megjegyezni, akkor itt a szerkesztőségünkbe is fogunk majd segíteni. Na, akkor egy picit még kanyarodjunk vissza magára a kétnapos programra, tehát ahogy említetted, az első napon ugye lesz a Lazámb, az ilyen kicsit dögösebb zenekarok, a második napon pedig az autentikusabb népzenék. Kik lesznek a nagy sztárfellépők? Nagy sztárfellépők lesznek például az Ölveti Blues Band az első nap, ugye a jazz, a blues, a rock, valamint az Anna and the Barbies, amit szerintem nagyon sokan ismernek és szeretnek is. Második nap például lesz a muzsikás együttes, a Szatmár Néptánc együttes, aki nem csak a dalokat szereti, hanem szereti a néptáncot is, valamint a Nyughatatlan zenekar is itt lesz a második nap este. És egész nap lesz táncház, ahol a fiatalabbak, az idősebbek is a népzenére táncolhatnak, egy kicsit a hangulatot jobban át tudják élni. Most az jutott eszembe, ugye, hogy te itt föllépsz már évek óta. Van benned még izgalom, amikor színpadra állsz? Van, egy kicsi van, de az úgy gondolom, hogy kell. Hogyha, ugye, és népzenét, tehát népdalokat énekelsz, van-e még olyan stílus, amiben azért úgy szíved szerint kipróbálnád magad, vagy bekapcsolódnád? Mondjuk itt az első nap nem jön meg a kedved, amikor Enderberbiz ott zenél fönn? Nagyon szeretem ezt a műfajt is, amit külön nagyon boldog vagyok, hogy a Szamos Fesz ezt a két műfajt öleli fel, ami az egyik két kedvencem, mondható így is, úgyhogy abban is szívesen kipróbálnám magamat. Na, már csak egy dolgot nem mondtunk el, Virág, mi pedig az időpontot, mert ugye nehogy valaki már most hétvégén. Igen, nem most hétvégén, készüljön, hanem jövő hétvégén, szombat, vasárnap, június 30 és július 1-én lesz. Tehát Szégyénydányádon. Szamos Fest, ahol várnak mindenkit szeretettel. Köszönjük szépen, sok sikert neked akkor a fellépésre, és a kedves nézőknek pedig, hát remélem, hogy sikerült megjegyezni a települést, meg hát mindenféle elérhetőséget, akár pedig ellátogatni, és kipróbálni a legkülönlegesebb ízeket Szégyénydányádon.